Nem, ez nem egy Rampage alaplap, ez az Esrog Fatality X99X Killer. A bemutatót az Esrog Magyarország támogatta. Az Esrog Fatality alaplap sorozat egyik csúcs X99-es alaplapja ez itt. Létezik egy kisebb modell is, az X99M Killer nevezetű, ami csak 4 darab DDR4-es slotot kapott, valamint az X99X USB 3.1-es verzió, amihez egy USB 3.1-es PCI Express kártyát kapunk. Az alaplapon pedig egy USB-C típusú csatlakozó van. Most viszont ezt az X99X alapmodellt fogjuk körbejárni egy kicsit. Kezdjük is a legszembetűnőbb résznél. Ez az alaplap szabványos LGA 2011-3 tokozást kapott, ami egy Core i7-es processzorokon túl akár 18 magos Xeont is fogadni képes foglalat. Utóbbihoz lényeges kiemelni, hogy a 8 darab DDR4-es foglalat, ami Quad Channel-ben működik, támogatja az LCC memóriákat, nem is kevesebb, 128 GB-ot, ami modulonként 16 GB-ot jelent. A gamereknek pedig adott a lehetőség, hogy akár 3000 MHz felett járassák a memóriáikat. Az alaplapon lévő 3 darab teljes hosszúságú PCI Express slotból mindegyik 16-szoros sebességre képes, de 3 kártya esetén az egyik sajnos 8-szorosra korlátozódik, ami érdemben igazán nem okoz semmilyen teljesítménybeli sebességcsökkenést. Persze a 3 kártyához ne felejtsük el, hogy 40 PCI Express sávos CPU-ra van szükség, mint amilyen például az i7-5960X. Fekszik a PCI Express slotok közt egy Ultra M2 SSD csatlakozás is, ami 32 gigabit per másodperc sebességre képes, valamint kapott egy mini PCI Express csatlakozást is, illetve van 2 darab egyszeres PCI Express sín is az alaplapon. Ha már szóba jött az M2, nézzük meg, mi a helyzet a szokásos SATA tárhely lehetőségekkel. Rengeteg adattárolót kapcsolhatunk a lapra, hiszen 10 darab SATA csatlakozóval látta el az Esrog ezt a gamer csodát. Ráadásul kapott hátul egy eSATA kivezetést is, de erről majd még egy kicsit később. Amit még azonnal láthatunk, van 2 darab USB 3.0-as előlapi csatlakozó, reset és power kapcsoló, és egy dual BIOS van ennél a lapnál, az is kapott nyilván egy kis picike kis mikrokapcsolót. Ezentúl van még egy érdekesség, a HDD Saver, amire 2 darab SATA eszköz kapcsolhatunk, és szoftveresen felügyelhetjük az áramellátásukat a rácsatlakoztatott eszközöknek. Nagyon hasznos és egyedi funkció. De fussunk is neki a vezérlőknek. 2 darab hálózati chip van ezen az alaplapon, az egyik egy szokásos Intel Gigabit LAN, de emellett játékosoknak kedvező lehet használni a másikat, ami egy Qualcomm-tól származó Atheros Killer LAN, ami sokkal kisebb késleltetésével garantáltan jobb játékélményt képes biztosítani a hardcore multiplayer játékosok számára. Utóbbihoz egy szoftver is jár, amivel manuálisan kezelhető a hálózat megosztása, kiosztható vele milyen műveletek legyenek elsődlegesek, illetve mik azok, amik egy kicsit várakozhatnak más műveletekre, amiket úgy gondoljuk, hogy fontosabbak. A hangkártya sem akármilyen darab, a Purity Sound 2-nek nevezett dolog egy Realtek ELC 1150-es chipet rejt, ami nagyon jó zenei élményt nyújt egy integrált hangkártyához képest, és 7.1-es rendszerű. De ugorjunk tovább és nézzük meg, hogy milyen tartozékok járnak az alaplaphoz. Kapunk 8 darab SATA kábelt a rengeteg SATA csatlakozásunkhoz, a korábban említett HDD Saverhez pedig jár egy ilyen kábel, amire a 2 darab eszköz tápellátása kapcsolható, egy 2 utas fix és egy 3 utas fix SLI hidat kapunk még a csomagba, flexibilis ezúttal nem jár, illetve Crossfire hidat sem kapunk, ám bár mióta az AMD kártyai a PCI Express sávon keresztül kommunikálnak egymással, ez valahogy annyira nem is meglepő.
Mint mindig itt sem maradhat ki a kézikönyv, amiből kettő is van, és a driver CD, amit ugye sosem fogunk használni, mert ott az internet. Van még egy kis könyvecske is, ami az SROC Cloudról szól, kattintsatok most, és tudjatok meg többet róla. Valamit egy szép kis IO Shield, nagyon szép dizájnnal, és pár M2 csavar is jár a csomaghoz. Ami még hátra maradt nekünk, térjünk vissza egy kicsit az alaplaphoz, és nézzük meg, milyen hátsó kivezetésekkel szerelték fel. A kombinált PS2 csatlakozó mellett két darab billentyűzetnek és egérnek dedikált USB 2.0-as csatlakozó található. Tovább haladva van egy CMOS törlőgomb, két darab USB 3 csatlakozó és az eSATA, amiről már beszéltünk korábban. Ezek után láthatjuk a korábban említett két különböző vezérlőn lévő hálózati lehetőséget, és további 4 darab USB 3.0-as csatlakozót, majd végül a Purity Sound 2 7.1-es kivezetéseit. Csapjatok a like-ra, ha tetszett a videó, vagy éppen a dislike-ra, hogyha nem, komment lehetőségek továbbra is megvannak, vagy nézzetek meg itt egy hasonló videót. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok! Csapjatok rá a feliratkozás gombra, hogy le ne maradjatok semmi újdonságról. Sok-sok információért látogassátok meg a Kocka TV Facebook oldalát, kérdéseiteket pedig feltehetitek kommentben vagy az Ask FM oldalunkon. Egy hasonló videóért pedig kattintsatok ide!